A huszár a 15. században Magyarországon kialakult könnyű lovassági fegyvernem katonája. A könnyű fegyverzetű huszároknak sajátos harcmodora volt, a pajzsosok alkotta biztonsági gyűrűből kitörve elsőként csaptak rá az ellenségre. A nagyobb ellenséges erő elől kitértek, amint azonban a támadásra újból kedvezővé vált a pillanat, lovaikkal ismét előre törtek. Történetük szempontjából az 1848-49-es magyar szabadságharc volt a meghatározó, de az első és második világháborúban egyaránt harcoltak a frontokon magyar és azon belül nyíregyházi huszárezredek. Megemlékezünk a nyíregyházi huszárokra, megemlékezünk arra a fegyvernemre, amelyet ugye a legmagyarabb fegyvernemnek nevezünk, amelyik fegyvernem ez év nyarától a hungarikumok sorába került, és mivel a nyíregyházi huszárokra is emlékezünk, meg kell emlékeznünk tulajdonképpen az őseinkre. Most hát már nehéz helyzetben vagyunk, hiszen lassan már nincsen élő huszár, csak leszármazottak. Tehát azt is szeretnénk ezzel az emlékezéssel, hogy átplántálni azt a fajta huszár szellemet, amelyet megtapasztaltunk az ősöknél, a bajtársiasságot, az önfeláldozást, a kitartást, az erőt, átplántálni a fiatal generációba, az unokákba, a dédunokákba, hogy ezt is vigyék magukkal, és ha ennek birtokában vannak, akkor valószínű, hogy másképp szemlélik a mai világot, másképp állnak a kihívások elé, másképp állnak a nehézségek elé. A nyíregyházi huszár találkozót két évente szervezik meg. Az első 1991-ben megtartott eseményen még 300 huszár találkozott egymással, számuk mára azonban nagyon megfogyatkozott. Róluk emlékeznek meg a szombati ünnepség résztvevői az Országzászló téren és a József András Múzeumnál, amely intézmény ezen a napon két rendezvénynek is helyet biztosít. Az egyik 15 éves a Magyar Huszár Találkozó, aminek minden páratlan évében Nyíregyháza szokott otthont biztosítani, úgyhogy örülünk neki, hogy a 15. évfordulóra ismételten, tehát itt lesz most Nyíregyházán ez a találkozó, de egyúttal a huszárszobor 20 éves fennállását is ünnepeljük. Tehát dupla ünnep ez számunkra, és ugyanezen a napon még a huszár találkozó résztvevői is eljönnek majd, ami 2 órakor nyílik, ez a Fejedelmeink mesés kincsei című kiállítás. Az esemény másik apropója, hogy 25 éve alakult meg a Magyar Huszár és Katonai Hagyomány Őrző Szövetség. A szervezet alelnöke elmondta, a szövetség honvédelmi eszmére nevelésben, a huszárszellem átadásában és a hazaszeretet kifejezésében tölt be fontos szerepet. Fel tudunk mutatni egy nagyon szép és érdekes kaleidoszkópot, egy palettát a magyar katonai vitézségről. A mi történelmünk talán sajnos mondhatom azt, hiszen millió hőst veszítettünk el, rendkívül gazdag. Ha olyan jó filmiparunk lenne, mint az Egyesült Államoknak, a Hazafihoz vagy a Rettenthetetlenhez hasonló filmekből, akár minden hónapra tudnánk egy premiért datálni, mert hősből volt annyiat mi történelmünkben. Az 50 lovas huszárból álló díszmenet szombat délelőtt indul az Országzászló térről a helyőrségi zenekar kíséretében. Délután a múzeum faluban folytatódik a program, műsorral készülnek a hagyományőrzők, de lesz honvédségi és tűzoltósági bemutató is, vasárnap pedig a huszár emlékkertben lesz koszorúzás. A jeles évforduló alkalmából újra kiadják a fotókkal illusztrált első huszár könyvet, valamint emlékérem örökíti meg az utókornak az idén 20 éves huszárszobrot.